polgárőr nap. Felére csökkent az elmúlt 7 évben a közterületi bűnözés Magyarországon, a polgárőrség és a rendőrség együttműködésének köszönhetően, jelentette ki a belügyminiszter. Szent László erekje, a lovak király koponyacsontját ünnepélyes keretek között fogadták Nyíregyházán, majd tiszteletére szombaton Szabolcs községben tartottak ünnepi szentmisét. Rekordot döntöttek, Szent Iván éjjelén összesen 1100 vendég érkezett a programokra a Sóstói Múzeum faluba. Felére csökkent az elmúlt 7 évben a közterületi bűnözés Magyarországon, a polgárőrség és a rendőrség együttműködésének köszönhetően, jelentette ki a belügyminiszter a 23. országos polgárőrnap és a 6. országos lovas polgárőr szemle megnyitóján Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Pintér Sándor hozzátette, az idei és a jövő évi költségvetésben is több mint 1 milliárd forintot fordítanak a polgárőrök munkájára, ami ötszöröse a 2010-es évi összegnek. A Nyíregyházi Polgárőr napon több mint 5000-en vettek részt az ország számos területéről. A belügyminiszter beszédében azt hangsúlyozta, ezek az emberek szabadidejük feláldozásával tesznek a települések biztonságáért, vigyáznak a gyermekekre, vesznek részt a határvédelemben. Ehhez több támogatást is kapnak. Több mint 1 milliárd forint, amit adunk évente az Országos Polgárőrszövetségnek, jogi támogatottságot kapnak, hisz a belügyminisztérium előterjesztésében több törvényt szavazott meg a polgárőrök tevékenységének a biztosítására az országgyűlés, és természetesen technikai ellátásban is részesülnek, hogy együtt tudjanak működni a rendőrökkel, a határvadászokkal és a többi rendvédelmi szervvel. A polgárőrség eszmeiségéhez, küldetéséhez hű leszek. A nyíregyházi rendezvényen 150 új tag csatlakozott fogadalom tételével a polgárőrséghez, amely a tapasztalatok szerint évről évre egyre nagyobb számban bővül. Több mint 2000 polgárőr egyesület van az országban, ez azt jelenti, hogy a települések több mint a kétharmadán polgárőr egyesület működik, a létszámát tekintve pedig 61 ezer polgárőr van. Rendkívül népszerű a polgárőrség a településeken, mert évente, például 2016-ban is, 5000 fővel nőtt a polgárőrség létszáma, tehát 5000 új belépő volt, minden különösebb kampány és toborzás nélkül. A megnyitón Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke arról beszélt, ma már 183 településen 9900 lovas polgárőr teljesít szolgálatot. Örülök annak, hogy végre a képzés is az elmúlt 2-3 esztendőben fölegősödött. Egyre több helyen az országban nem csak elméleti, de gyakorlati képzés is megerősödött, és nem csak a több szintű elméleti. 9-10 helyen az ország több pontján van immár gyakorlati lovas képzés. A polgárőr napon jelen volt az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának alelnöke is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a települési önkormányzatok is segítsék a polgárőrséget. Itt is szeretném kérni nagy tisztelettel az önkormányzatokat, hogy mindent tegyenek meg, hogy a polgárőregyesületek jól működjenek, és ne nélkülözzenek, mert hogy ez a közbiztonság rovására mehet. Itt a nélkülözést abban értem, hogy segítsék az önkormányzatok, adott esetben benzinpénzzel is, hogy hagy tudjanak járőrözni a polgárőreink, mert nagy szükség van rá. A rendezvényen kitüntetéseket és jutalmakat adtak át a kiemelkedő tevékenységet nyújtó ingyenes szolgálatot teljesítőknek, a lovas polgárőrök pedig látványos bemutatót tartottak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezett az elmúlt hét végén a Szent László erekje. A lovak király koponya csontját pénteken ünnepélyes keretek között fogadták Nyíregyházán, majd tiszteletére szombaton Szabolcs községben tartottak ünnepi szentmisét, arra emlékezve, hogy 925 évvel ezelőtt László király vezetésével tartották meg a magyar egyházi és politikai törvényhozás szempontjából jelentős eseménynek számító szabolcsi zsinatot. Múlt héten pénteken érkezett megyénkbe Szent László király koponya erekjéje. Nyíregyházán a Kossuth téren ünnepélyes keretek között fogadták hazánk harmadik legfontosabb nemzeti erekjéjét.
majd a magyarok nagyasszonya Társszékesegyházban lehetősége volt az egybegyülteknek egyéni tiszteletadásra. Másnap Szabolcs községbe szállították az erekjét, amelynek tiszteletére Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek celebrált szent misét. Arról beszélt, az egyház és az uralkodók törvényekkel és előírásokkal segítették elő a szeretet általános parancsának alkalmazását. Ezzel a feladattal nézett szembe Szent László király is, aki meg akarta szilárdítani hazánkban a keresztény életet. Gondoskodni akart arról, hogy a különböző népek és közösségek békésen éljenek együtt, és a kisebbségek iránti türelmet össze lehessen egyeztetni az egész társadalom életének ritmusával. A Szent Mise után nyitották meg a lovak királyról szóló vándorkiállítást. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta. Életművére emlékezve 2017-et Szent László emlékévé nyilvánította az országgyűlés. Több mint 20 helyszínen volt már ez a kiállítás, ami ma itt Szabolcson is látható. Lengyelországban, többek között Lengyelországban, illetve Zágrában, Horvátországban, Erdélyben és itt Magyarországon is számtalan helyen, és ezen kívül pedig az év során még valószínű, hogy a diaszpora magyar közösségeihez is el fog jutni. Szabolcs község polgármestere szerint a település büszke a Szent László kultuszra, és a lovak király emlékezetét pedig továbbra is ápolni szeretnék. Szent László emlékévében egyik legautentikusabb pont, ahol meg lehet emlékezni róla, az az 1992-es zsinatnak az emlékhelye, és gyakorlatilag mi most a mellette lévő rendezvénytéren, mondhatnám azon a helyen, ahol maga Szent László is járt, Szabolcs vezér fővárának a lábánál, ott ünnepeltük meg ezt a gyönyörű felemelő alkalmat több ezer ember jelenlétében. A megyei közgyűlés alelnöke az ünnepségen arról beszélt, a királyi örökséget a ma élő embereknek is fontos megismerniük, és Szent László igazságosságát és emberszeretetét lehetőség szerint alkalmazniuk kell saját életükre is. Szent László államférfiúi erényei és mindenki számára, a hétköznapi emberek számára is értéket jelentő erényei, azok, amelyek azt gondolom, hogy közel ezer év távlatából is mindenki számára például szolgálhatnak. A mi feladatunk az, hogy a saját 21. századi életünkre próbáljuk alkalmazni az ő és élővé tenni a Szent Lászlói örökséget. Az országgyűlés a múlt héten fogadta el azt a határozati javaslatot, amelynek értelmében 2017 hivatalosan is Szent László emlékéve lett, hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője. Szent László érdemei, kultusza az egész országban az, hogy sikerült az akkori államrendet megszilárdítani, sikerült a tulajdonviszonyokat, az egyházi viszonyokat rendeznie, hiszen három törvénykönyve van. Az egyik törvénykönyve, amely az egyházzal foglalkozik, az éppen itt Szabolcson született meg. A király elnökletével szabolcsi zsinatot tartottak, és itt szabályozták az egyházi jogokat. Például a templomok újjáépítéséről, a tizedszedésről, vagy éppen az egyházi ünnepek, böjtök megtartásáról. Az egésznapos eseménysorozaton a családok számára is kínáltak programot, a hívek pedig tiszteletüket tehették Szent László király koponya ereklyéje előtt. A múlt heti nyírvévé büntetőügy ítélete kapcsán a Jobbik azt javasolja, hogy álljon fel egy olyan ellenőrző bizottság, amely valamennyi önkormányzati társaságot, azok felügyelőbizottságait, illetve szerződéseit is átvizsgálná, mondta a párt önkormányzati képviselője hétfői nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Béres Csaba közölte, a nyírvévé vezetőjének ítélete azt mutatja, hogy a konkrét ügyben nem elég három vádlott felelősségre vonása, tovább kell vizsgálni a személyi felelősség kérdését. Hozzátette, ha a társaság ügyében az MSZP felelőssége is felmerül, mivel korábban a párt is delegált tagot a nyírvévé felügyelőbizottságába. Mi igenis a felügyelőbizottsági tagoknak a felelősségét vizsgálnánk. Szeretnénk, hogyha a város minél hamarabb ezt elindítaná. Szeretnénk, hogyha a jelenlegi polgármesteri, a munkáltató jogokat birtokló polgármester átadná a közgyűlésnek, a cégvezetők és a cégeknek a munkáltatói jogkörét. Gyakorlatilag sokkal hamarabb lehetne célt érni hasonló helyzetekben.
Nem tartjuk érdemesnek azt sem egyébként, hogy polgármesteri hivatal dolgozói, magasabb beosztásban lévő személyek foglalnak helyet felügyelőbizottsági tagként a cégeknél. Gyakorlatilag felmerülhetnek itt morális kérdések is. Két busz ütközött össze szombaton délután a Vai Ádám körúton Nyíregyházán. Az egyik busz egy ütközést akart elkerülni, amikor egy mellette szabályosan közlekedő busz oldalának csapódott. A balesetben egy utas sérült meg, akit a mentők kórházba szállítottak. Rekordot döntött a látogatószám az idei Szent Iván éjjel a Sóstói Múzeum faluban. Összesen 1100 vendég érkezett a programokra, ez a szám 100-zal több, mint 2016-ban. Az év legrövidebb éjszakáján a hagyományok szerint tűzugrással pecsételték meg a szerelmet és űzték el a gonoszt. Kiállítás megnyitóval indult a Szent Iván éjjeli programsorozat a Sóstói Múzeum faluban. A szokásokhoz kapcsolódva idén is a szerelem került a középpontba. A Pásztoróra elnevezésű tárlat a szerelmesek találkozó helyét mutatja be, de az érzések mellett megjelenik a testiség és az erotika is. Bemutatják például a tiszavasvári Kovácsfürdőt is, ahol köztudott volt, hogy lengyel nők várták a férfiakat. A tárlat egész nyáron látogatható, kizárólag 16 éven felülieknek. Szeretnénk bemutatni a pásztortárgyak által a pásztorművészetet, hiszen a pásztorművészet az az egyik jellegzetes bemutatója, hogy milyen szerelmi tárgyak készültek, hogy jelennek meg a szimbólumok, a szerelmi szimbólumok a tárgyakon. Ezekből mutatunk egy nagyon szép válogatást, és a Tiszavasvári-Vasvári Pán Múzeum volt a segítségünkben, hiszen ez a nyíri mezőségi Hortobágy széli kis múzeum rengeteg pásztortárgyat őrzött meg a jövő nemzedék számára. A hagyományok szerint a sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást jelenti, ezért is gyújtanak az év legrövidebb éjszakáján tüzet. Ezt a tüzet minden résztvevő átugorhatja Szent Iván éjjelén, ezzel megpecsételik a szerelmüket és egyben előzik a gonoszt. A nő, az érzékiség és a szexualitás volt a Nyíregyházi Múzeumok éjszakájának központi témája. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Pályafutása legrangosabb tornáját nyerte vasárnap Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező az angliai Ilkleyben rendezett 127.000 euró összdíjazású füves pályás ATP Challenger verseny döntőjében 6-1-6-4-re verte az ausztrál Alex Boltot. A férfiaknál Lovasi Krisztián, a nőknél pedig Király Mónika nyerte a kerékpárosok országos bajnokságának országúti mezőnyversenyét Ibrányban. A nő, az érzékiség és a szexualitás volt a Nyíregyházi Múzeumok éjszakájának központi témája. A szervezők különleges programokkal várták a közönséget. A szerteágazó női szerepeket, élethelyzeteket több kiállításon ismerhették meg az érdeklődők. Interaktív önismereti tréningen is részt vehettek az érdeklődő nők a Józsa András Múzeumban múlt szombaton. A múzeumok éjszakája azonban nem csak a nőknek szólt, hanem mindenkinek, de elsődlegesen a nőkről, mondta a rendezvény megnyitóján a múzeum igazgatója. Rémies Tibor hozzátette, 5 különleges tárlattal készültek a múzeumok éjszakájára. Az első ilyen kiállítás a Kálai család nő tagjairól szól. Tudjuk ugye, hogy a Kálai gyűjtemény ide tartozik a múzeumhoz, és abból válogattunk, hogy milyen híres nőtagok voltak a Kálai családban. Aztán Csókolj meg édes, ez egy első világháború körüli témát dolgozt fel, hogy 100 évvel ezelőtt hogy viszonyultak az emberek a nőkhöz, hogyan éltek a nők, de egészen bátran még a bordélyházak életébe is betekintést tudunk nyújtani. Ez egy 18 karikás kiállítás, csak felnőttek látogathatják. A Hadron Művészeti Egyesület női alkotói nőkről szóló alkotásait mutatták be. Különböző technikákat felvonultatva egyedi hangvétellel tárták a néző elé a szerteágazó női szerepeket, élethelyzeteket. Egy másik kiállító teremben pedig képregényhősökkel találkozhatott a nagy érdemű. Voltak Lego kockákból kirakott képek, de falra is festettek az alkotók, így visszaköszönt többek között Batman és Superman is. Van az amerikai képregényeknek a világa, ez a szuperhősök, amiből most a hollywoodi filmvilág nagyon jól rámozdult, és rájöttek arra, hogy ebbe a digitális korszakba hihetetlenül meg lehet mozgatni ezeket a rajzolt hősöket. Tehát most már nem tudjuk megmondani azt, hogy
hogy meddig van valóságos szereplő, mikortól van animáció, mikortól van digitális technika. A másik változat pedig az az európai képregény művészet, ami inkább a művészet felé, az egyediség, az önkifejezés felé, ott inkább albumokba gondolkodnak az amerikaiak, ilyen hétről hétre megjelenő füzetsorozatokat adnak ki, az európaiak viszont évente egy-két alkalommal komoly keménytáblás albumokat készítenek. A kulturális rendezvényen a Wonder Woman képregényeket rajzoló Tondora Judit is részt vett, aki megmutatta alkotásait és mesélt munkájáról. A forgatókönyv alapján én elkészítem a vázlatrajzokat, hogy mit hová fogunk elhelyezni egy-egy adott oldalon. Utána egyeztetünk szerkesztővel, íróval, hogy megfelele nekik. Utána én elkészítem a ceruzarajzokat, hogyha éppen olyan projektről van szó, hogy ki is kell húzni, akkor vagy én kihúzom, vagy egy kihúzó dolgozik rajta, tehát aki kihúzza tussal, vagy digitálisan, mert most már ugye olyan is rendelkezésre áll olyan lehetőség, illetve egy színező és egy beíró, egy letterer fejezi be magát a kész művet, és utána még egy szerkesztő még átfut rajta, és összeszerkeszti, hogy egyáltalán kiadható formátumba kerüljön a képregény. A kulturális zenés programok többsége a szabadtéri színpadon volt, ahol többek között a Hot Jazz Band is fellépett. Pályafutása legrangosabb tornáját nyerte vasárnap Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező az angliai Ilkleyben rendezett 127.000 euró összdíjazású füvespályás ATP Challenger verseny döntőjében 6-1-6-4-re verte az ausztrál Alex Boltot. Fucsovics a világranglista 107. helyére lépett előre, és győzelmének köszönhetően szabad kártyát kapott a wimbledoni tornára. Június második felében a teniszezők angliai füvespályás versenyeken készülnek a wimbledoni tornára. Fucsovics Márton egy 127.000 euró összdíjazású versenyen állt rajthoz Ilkleyben. A nyíregyházi játékos az első körben az első helyen kiemelt dominikai Burgos verte 2-1-re, majd az ausztrál Milman ellen győzve szintén 2-1-re. A pénteki esőszünet miatt szombaton két meccset is játszott Fucsovics. A negyed döntőben a brit Clark ellen 6-3-6-4-re, az elődöntőben a harmadik kiemelt orosz Donskoy ellen 7-5-7-6-ra győzött a legmagasabban jegyzett magyar férfi játékos. A vasárnapi döntőben az ausztrál Alex Bolt elleni 6-1-6-4-es siker pedig már a tornagyőzelmet jelentette a 2010-es junior wimbledoni bajnok számára, aki profi pályafutása 11. fináléja után negyedszer ünnepelhetett. Egész héten nagyon jól játszottam, sőt messzről messze jobban játszottam, és életem eddigi legnagyobb sikerét értem el. Az előző héten Stuttgartban is füves tornán játszottam, és már ott is egyre jobban játszottam. Még önbizalommal játszottam, ennek köszönhetően nyertem. A tornagyőzelem nem csak az elsőségért kapott jelleggel és pénzdíjjal járt, hanem szabadkártyát is jelentett a wimbledoni főtáblára. Meglepetésként ért ez a szabadkártya, nem voltam rá felkészülve, de örülök, nagyon örülök, hogy ez is összejött végre, nem kell selejtezőt játszanom, 3 mérkőzést megnyerni, megmondom őszintén, nagyon nehéz lenne, egy kicsit fáradt is vagyok, úgyhogy egy pár nap edzés lesz, és jövő héten kezdődik a főtábla. Fucsovics legutóbbi helyezésén 29 pozíciót javítva a karriercsúcsot jelentő 107. helyre lépett előre a világranglistán. A wimbledoni torna sorsolását pénteken tartják, akkor derül ki, hogy az első fordulóban ki ellen lép pályára nyíregyházi teniszező. A férfiaknál Lovasi Krisztián, a nőknél pedig Király Mónika nyerte a kerékpárosok országos bajnokságának országúti mezőnyversenyét Ibrányban. Király Mónika az időfutam OB-n is az élen végzett. Ugyanebben a számban a férfiaknál Pelikán János Zsombor lett az első. 3 nap alatt több mint 400-an szálltak nyeregbe az országos bajnokságon. 3 napig Ibrány és környéke volt a hazai kerékpáros sport központja, ott rendezték ugyanis az időfutam és országúti országos bajnokságot. A szervezők egy 15 kilométeres pályát jelöltek ki, amelyen a megfelelő biztosítás mellett rúgták a köröket a biciklisták. Az időfutamokon 190-en, az országúti versenyen pedig 390-en álltak rajthoz. Mivel volt némi átfedés a két mezőny között, valamivel több mint 400-an indultak el az országos bajnokságon. A legerősebb mezőny jött össze, amelyik egy jó pár éve összejöhetett az országban. Minden külföldön versenyző és külföldi szerződéssel rendelkező versenyző hazajött, tehát egy nagyon kemény iramú verseny volt, 45-ös átlagot ment a férfi mezőny a 180 km-re ezen a körpályán.
széllel, meleggel, a pályába volt kimondottan szándékosan egy 3 kilométeres érdes felületű aszfalt, ami még megnehezíti, egy kicsit ilyen klasszikussá teszi a versenyzési stílust, ami egy rázza is az emberből az erőt, és így egy 45-ös átlag az nagyon komoly verseny. Tehát ez az egy nemzetközi szintű menés volt. A hölgyeknél pedig ugye gyakorlatilag a Király Mónika az leiskolázta a magyar mezőnyt, tehát látszik, hogy azért ő rendszeresen külföldön versenyez, profi versenyeken, gyakorlatilag ő szinte lekörözte a mezőnyt. A mezőnyben ott voltak a rendező nyírségi kerékpáros Ese és a házigazda Ibrány Ese kerekesei is. Az Ibrány kerékpáros sport gyermekcipőben jár. Most alakítottuk meg a szakosztályunkat Solymosi János vezetésével, és hát ezt fúzióba képzeljük el az NKS-ével, Jani szakmai vezetésével. A toborzás szintjén járunk. Gyakorlatilag az általános iskolában és a gimnáziumban toborozzuk a gyerekeket, a kerékpározni vágyó gyerekeket, de úgy gondolom, hogy a legjobb szakmai kezekben lesznek János kezé alatt, hiszen az NKS-én belül is számos válogatottat kinevelt már, illetve hát ahogy ez a verseny is bebizonyítja, rögtön lehetőségük van a legnívósabb versenyek közé is delegálni magukat, úgyhogy igazából egy nagy út elején állunk, de bízom benne, hogy sikeresünk leszünk ebben a szakosztályunkban is. Solymosi János még elmondta, hogy legközelebb július 9-én Vásárosnaményban a megyei bajnokságon szállnak majd nyerekbe a versenyzők. Szándékai szerint az NKS a jövőre is pályázik az országos bajnokság rendezésére, sőt egy nemzetközi versenyt is szeretnének a megyébe hozni 2018-ban. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Felére csökkent az elmúlt 7 évben a közterületi bűnözés Magyarországon a polgárőrség és a rendőrség együttműködésének köszönhetően, jelentette ki a belügyminiszter a 23. országos polgárőrnap és a 6. országos lovas polgárőr szemle megnyitóján Nyíregyházán. Pinter Sándor hozzátette, az idei és a jövő évi költségvetésben is több mint 1 milliárd forintot fordítanak a polgárőrök munkájára, ami 5-szöröse a 2010-es évi összegnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezett az elmúlt hétvégén a Szent László erekje. A lovagkirály koponya csontját pénteken ünnepélyes keretek között fogadták Nyíregyházán, majd tiszteletére szombaton Szabolcs községben tartottak ünnepi szentmisét, arra emlékezve, hogy 925 évvel ezelőtt László király vezetésével tartották meg a magyar egyházi és politikai törvényhozás szempontjából jelentős eseménynek számító szabolcsi zsinatot. Rekordot döntött a látogató száma az idei Szent Iván éjjel a Sóstói Múzeum faluban. Összesen 1100 vendég érkezett a programokra, ez a szám 100-zal több, mint tavaly. Az év legrövidebb éjszakáján a hagyományok szerint tűzugrással pecsételték meg a szerelmet és üzték el a gonoszt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 26-án hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos, meleg időre számíthatunk. Az átvonult hidegfront után szárazabb, kedden a magasban már ismét egyre melegebb levegő érkezik fölénk. Az előttünk álló éjszaka már gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. Mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Elvétve zápor is előfordulhat, a déli szél helyenként megélénkül. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás kezdődik térségünkben. Szerdán még sok napsütésre, forróságra számíthatunk, amit a csütörtökön érkező hideg front mérsékel valamelyest. Pénteken még napos, meleg időre, kánikulára számíthatunk, a hétvégén viszont egy újabb hidegfront vonul át felettünk, emiatt akkor már változékony, csapadékos, hűvös időre számíthatunk. A front mögött érkező hideg levegő hatására még a jövő hét elején is csak mérsékelt lesz a nappali felmelegedés mértéke.